Sziasztok! Ebben a videóban egy kommenthez szeretnék egy kicsit részletesebb választ fűzni. A kommentnek az a lényege, hogy a gázlángozást csak a pszichopaták használják, és a narcisztikusok nem. Erre a következő a válaszom. A gázlángozást a pszichopaták is, és a narcisztikusok is egyaránt használják, és nem csak ők, hanem az úgymond átlag ember is használja önmaga és mások befolyásolására. A gázlánkozás egy nagyon manipulatív technika, amelyet a pszichopaták, a narcisztikusok is használnak, és gyakran előfordul az átlagos emberek kapcsolataiban is, anélkül, hogy tudatosan vagy szándékosan ö, alkalmaznák. A gázlángozás lényege az, hogy valaki megkérdőjelezi a másik valóságérzetét, ezzel bizonytalanságot kelt benne, és így könnyebben irányíthatóvá válik az illető. A pszichopaták és a narcisztikusok esetében ez a manipulációs eszköz gyakran, tudatosan és szisztematikusan kerül alkalmazásra, hogy fenntartsák a hatalmat a kontrollt mások felett. Az átlagember viszont Sokszor nem tudatosan használja, hanem például konfliktusok során védekezésként, vagy egy helyzetben a másik irányítására hogy a saját nézőpontja szerint gondolkodjon. Az átlagember gázlángozhatja a másikat, gázlángozhatja önmagát is. A gázlángozás esetén a, ez a manipuláció az átlag embereknél azt szolgálja, hogy elkerüljék a konfliktust, megőrizzék a hatalmat, vagy a saját érdekeiket próbálják ezáltal védeni. A saját magunk gázlángozása pedig gyakran magában foglalja a valóság eltorzítását, azt, amikor valaki megkérdőjelezi saját érzéseit, gondolatait, tapasztalatait és ezzel próbálja megmagyarázni a helyzeteket, vagy csökkenti a belső feszültségét. Ez a viselkedés káros lehet az önértékelésre, a mentális egészségre, hiszen hozzájárulhat a bizonytalanság és a szorongás fokozódásához. Milyen esetekben tesszük ezt az öngázlángozást? A gázlángozás különböző helyzetekbe fordulhat elő. A következő példák mutatják be, hogy mikor használjuk ha ezt a fajta manipulációt vagy viselkedést. Mások gázlángozása. Először is másokat azért gázlángozunk, hogy elkerüljük velük a konfliktust. Amikor valaki nem akarja elismerni a másik érzéseit vagy tapasztalatait, például azt mondja, hogy te csak túlreagálod a dolgokat, akkor megpróbálja másik embert elhallgattatni. Használjuk határok átlépésénél is. Ha valaki szeretne irányítani egy másik embert, úgy érzi, hogy ez a manipuláció, már mint a gazdangozás, sokat segítene neki ebbe, például azzal, hogy a másikat hibáztatja a saját érzéseiért. A mások gázlangozásanak <kül> az egyik célja, hogy kétségbe vonjon valamit. Amikor valaki a másik észlelését, érzését, gondolatát Kérdőjelezi, például egy traumatikus esemény utáni beszélgetés során azt mondja, hogy lépj már túl rajta, ne foglalkozz vele, nem kell azt annyira megsiratni, nem is volt az olyan tragikus, ilyenkor a másikat gázlángozzuk anélkül, hogy az átlagember ennek különösebben tudatában lenne. Önmagunknak a gázlángozása Önmagunk gázlángozása szolgál az önértékelés csökkentésére. Ha valaki folyamatosan elhárítja a saját érzéseit, gondolatait, azt mondja, hogy nem vagyok annyira fontos, akkor valójában önmagát szabotálja, és ha önmagát leértékeli, ha önmagának nem fontos, akkor ezzel folyamatosan csökkenti az önbizalmát, az önbecsülését. Önmagunk gázlangozásánál eltorzítjuk a saját valóságunkat, amikor valaki megpróbálja megmagyarázni a saját nehézségeit, hibáit, és azt mondja, hogy ez nem is volt olyan rossz dolog, akkor ezzel megpróbálja elkerülni a szembenézésnek a nehézségét, fájdalmát. Az öngázlangozás... A bűntudat kezelésére is szolgál. Ha valaki úgy érzi, hogy el kell hárítani a saját felelősségét, például azt mondja, hogy én nem tehetek róla, hogy mások boldogtalanok, én nem tehetek róla, hogy te ö, így gondolod, vagy így reagálsz az én véleményemre, akkor ezzel is megpróbálja ö, csökkenteni a saját belső feszültségeit, és hárítani önmagától a felelősséget. A gázlángozás mindkét esetben a valóság torzítását és az érzelmi manipulációt szolgálja. Gyakran védekezés, szolgál a hatalom megőrzésére, a belső feszültség csökkentésére. Ez a viselkedés azonban hosszú távon káros lehet, mert aláássa a kapcsolatokat és a mentális egészséget. A gázlángozásnak a lényege és megnyilvánulási módjai. Egy picit részletesebben a gázlángozásról. A gázlángozás lényege, hogy a manipulátor a másik ember észlelését, valóságérzékelését megkérdőjelezi, és ezzel kétségeket támaszt az illetőben. A célja általában a hatalom vagy a kontroll megszerzése, a másik érzelmi destabilizálása, valamint a függőség vagy a bűntudat elkerülése. A gázlángozás megnyilvánulási módjai, a valóság torzítása, a manipulátor megkérdőjelezi a mások érzéseit, tapasztalatait, vagy azt mondhat ilyeneket, hogy te csak túlreagálod a dolgokat, ez a dolog soha nem történt meg, nem jól emlékszem. Aztán az áldozat tud úgy is manipulálja, hogy dolgokat vagy kijelentéseket kétségbe von, vagy emlékeket. Az áldozat kezdi megkérdőjelezni a saját emlékeit, érzéseit, ami fokozatosan csökkenti az önbizalmát. Például mond valamit a gázlángozó, és erre azt mondja az áldozat, hogy talán igazad van, lehet, hogy én vagyok a hibás, és nem te. Na, ilyenkor is gázlángoznak bennünket. A felelősség elhárítása. A manipulátor a másikra hárítja a felelősséget, mondván, hogy ő okozta a problémákat, ezzel elkerüli saját hibáinak az elismerését, felismerését, beismerését és az azokért való felelősségvállalást. A gázlángozó gyakran érzelmi zsarolást alkalmaz, hogy elérje a céljait. Például azt mondja, hogy ha igazán szeretnél, akkor megértenéd, hogy miért akarom én ezt, vagy miért érzem én így meg így. A gázlángozásnak Célja lehet az áldozat elszigetelése, izolációja. A manipulátor megpróbálja elszigetelni az áldozatot a barátaitól, családtagjaitól, hogy csökkentse annak támogatottságát, és ezzel megkönnyítse a manipulációnak az erejét és hatásosságát. Aztán a gázlángozás következetlen viselkedésekhez is vezet, illetve gázlángozás keletkezhet ö, kö, ö, következetlen viselkedésekből is. Amikor a manipulátor viselkedése ellenmondásos, ez zavarba éti az áldozatot, és folyamatosan megkérdőjelezi a saját érzéseit, észleléseit. A gázlángozás tehát egy folyamat, maga a folyamat fokozatos, gyakran nehezen észlelhető, mivel a manipulátor lassan és diszkréten dolgozik. Az ilyen típusú manipuláció hatásai hosszú távon nagyon károsak lehetnek, mivel alássák az áldozat önértékelését és mentális egészségét. Vannak, akik számára elképzelhetetlen vagy nagyon nehezen elképzelhető az, hogy Átlagemberek gázlángoznak másokat vagy gázlángozzák önmagukat. Ez valóban egy nagyon gyakori és nagyon félreértett téma ez a gázlángozás. Sokan nehezen tudják elképzelni, hogy az átlagemberek is gázlángozhatnak, mivel ez a viselkedés a manipulációval és a manipulátorral kapcsolatos negatív konnotációkkal társul. Az alábbiakban néhány szempontot említek, ami segít megérteni azt, hogy miért fordulhat ez a, elő ez a jelenség az átlagembereknél. Az emberi természet nagyon összetett. Az emberek bonyolult lények és a viselkedésük nagyon sok tényezőből áll, illetve nagyon sok minden van rá hatással, például a nevelés, a szociális környezet, a stressz és a mentális állapot. A gázlángozás nem csak a pszichopatákra vagy narcisztikusokra jellemző, hanem bárki részéről megnyilvánulhat, különösen olyan helyzetekben, amikor az egyén védelmet keres, vagy megpróbálja fenntartani a hatalmát. Sokan nem is tudják, hogy gázlángozást alkalmaznak, mivel ezt gyakran tudattalanul teszik. Az emberek néha megpróbálnak el, megpróbálják elkerülni a felelősséget, saját érzelmeiknek a felismerését, helyette inkább másokat hibáztatnak vagy bántanak. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők nem átlag emberek, hanem inkább azt, hogy a helyzetük és az érzelmeiknek a kezelése nehéz a számukra. A társadalmi interakciókban a hatalom és befolyás gyakran játszik szerepet. Az emberek közötti kapcsolatokban megjelenhet a versengés vagy az érzelmi manipuláció, különösen, ha valaki sebezhetőnek érzi magát az ilyen viselkedések kapcsolódhatnak az önmagunk védelméhez, legalábbis így gondoljuk, és nem vonunk párhuzamot azzal, hogy esetleg mi is manipulálunk. Az emberek tapasztalatai és múltja nagyban befolyásolják, hogy hogyan reagálnak önmagukra, másokra egy adott helyzetre. Ha valaki például élt már meg gázlángozást, annak a hatásait, lehet, hogy maga is ezt a mintát fogja alkalmazni, mivel így tanultam meg korábban, hogy vannak bizonyos konfliktusos helyzetek, amiket gázlangozással nagyon jól tud kezelni. A kultúra és a társadalom is befolyásolja, hogyan értelmezzük a manipulációt. Egyes környezetekben a gázlangozás diszkrét vagy elfogadható formájának tekinthető, a, tehát a manipulációnak, míg vannak társadalmak, vannak kultúrák, ahol ez teljesen elítélendő. Tehát ez kultúrfüggő, hogy hol fogadják el és hol nem. Bár a gázlángozás súlyos és manipulatív viselkedés, fontos megérteni, hogy nem csak pszichopatákra vagy narcisztikusokra jellemző. Az átlagemberek is képesek lehetnek erre a viselkedésre, gyakran tudattalanul, és a mögöttes okok megértése segít abban, hogy jobban kezeljük a kapcsolatok dinamikáját, és támogassuk egymást a fejlődésben. Most nézzünk meg néhány konkrét példát arra, hogy az átlag emberek a különféle helyzetekben hogyan alkalmazhatják a gázlángozást. Például kapcsolati konfliktusban alaphelyzet, egy pár vitát folytat, ahol az egyik fél sérelmez egy viselkedést. Kázlángozás, a másik fél azt mondja, te mindig minden túl reagálsz. Ezzel megkérdőjelezi a másik érzéseit, eltereli a figyelmét a valódi problémáról. Munkahelyi környezetben nézzük, milyen gázlángozás lehet egy példával. Alaphelyzet, egy munkatárs nem teljesít jól egy projekten, és a vezető felhívja a figyelmét a hibákra. Gázlángozás, a munkatárs azt mondja, te is tudod, hogy mindenki hibázik, miért pont engem bántasz? Ezzel próbálja elhárítani a felelősséget, és a vezetőt hibáztatja. Családi kapcsolatokban alaphelyzet. Egy szülő és gyermek közötti beszélgetés, ahol a gyermek kifejezi, hogy nem érzi magát biztonságban otthon. Gázlángózás. A szülő azt mondja a gyereknek, Dehogy is, mindenki más boldogít. Te csak túlérzékeny vagy. Ezzel elhanyagolja, elutasítja, érvényteleníti a gyermeke érzéseit. Baráti kapcsolati gázlángozás, alaphelyzet. Egy barát megérzéseket tesz, amelyek bántják a másik barátot. Gázlángozás. A barát azt mondja, ó, csak vicceltem, miért vagy ennyire sértődős? Ezzel próbálja elterelni a figyelmet a bántó megérzésekről, és kétségbe vonja a másik reakcióját. Önmagunk gázlángozására egy példa, helyzet, valaki tapasztal egy nehézséget, például egy munkahelyi kudarcot. Öngázlángozás. A személy azt mondja önmagának, valószínűleg igazán van, ez nem is volt olyan fontos. Ezzel megpróbálja csökkenteni a saját érzéseit és a helyzet komolyságát. Következő, Visszaemlékezés a múltbeli eseményekre. Alaphelyzet. Két ember emlékezik egy közös élményre, de eltérően érzékelik a helyzetet. Gázlángozás. Az egyik azt mondja, hogy te biztosan nem jól emlékszel, így nem is történhetett meg az, amiről te beszélsz. Ezzel megkérdőjelezi a másik múltbeli valóságérzékelését. Szociális helyzetekben. Valaki rosszul érzi magát egy társaságban, és kifejezi a szorongását. Kázdánkozás. Mások azt mondják, nem szabadna így érezned, mindenki más jól szórakozik, csak te nem. Ezzel elhanyagolják, elutasítják a személy érzéseit, megkérdőjelezik saját testi, illetve pszichikai valóságának az, a felfogását, megjelenítését. Ezek a példák megmutatják, hogy az átlagemberek különböző helyzetekben és okokból gázlangozhatnak, legyen szó tudatos manipulációról vagy tudattalan védekezésről. A gázlangozás nem csak a manipulatív szándékról szól, hanem gyakran a kommunikációs nehézségekről és az érzelmek kezelésének a nehézségéről is. A gázlangozás felismerése legyen szó mások gázlángozásáról, vagy a saját magunk gázlángozásáról, fontos lépés a mentális egészség és a kapcsolatok javítása érdekében. Íme néhány módszer és szempont, amire figyelni érdemes. Mások gázlángozásának a felismerése. Ilyen az érzések megkérdőjelezése. Figyeljünk arra, ha valaki folyamatosan megkérdőjelezi a saját érzéseinket, tapasztalatainkat. Például, ha azt mondják, hogy túlreagálod, vagy nem jól érzed, akkor érdemes átgondolni, hogy ez a kijelentés valóban segít-e a helyzetünk megértésében, megoldásában, és mennyire érvényteleníti a valós érzéseinket. Felelősség elhárításának, áthárításának esetén is alkalmazzák ezt a manipulációt ha valaki a saját viselkedésének következményeit folyamatosan a másikra hárítja, például azt mondja, hogy te vagy az oka, hogy én így érzem magam, akkor ez kázlangozásra utalhat. Figyeljünk fel a követ következetlenségre, ami beszédben van. Figyeljünk a visszautasításokra, vagy ellenmondásokra a másik személy szavaiban. Ha a személy véleménye, emlékei gyakran változnak, akkor ezzel nagyon nagy esetben manipulálni akarja a környezetét. Amikor izolációt, elszigetelést érzünk, ha valaki próbálja elszigetelni a másikat a barátaitól, családtagjaitól, ezzel meggátolja azt, hogy megfelelő támogatást érjen el, illetve hogy legyenek még olyan külső emberek, akik visszajelzik a valóságának a valódiságát. Tehát az elszigeteléssel, az elszigetelést arra használja a manipulátor, hogy gázlángozhassa az áldozatát. Nézzük meg, hogy ismerhetjük fel önmagunk gázlángozását. Amikor megkérdőjelezzük az önértékelésünket. Ha folyamatosan azt mondjuk magunknak, hogy nem érdemeljük meg ezt, meg ezt, vagy biztosan én vagyok a hibás, mert mindig én vagyok a hibás, akkor ez egy olyan párbeszéd, amit gázlángozó módon folytatunk önmagunkkal. A valóságunknak az eltorzítása. Ha minimalizálni próbáljuk az érzéseinket, tapasztalatainkat, a fájdalmainknak, traumáinknak a fontosságát lenyomjuk, kisebbé tesszük, és azt mondjuk, hogy ez nem is olyan fontos, akkor önmagunkat gázlángozzuk. Bűntudatérzés. Ha a saját érzéseidért, vagy tapasztalataidért bűntudatot érzel, és azt megpróbálod elnyomni, figyelmen kívül hagyni, akkor ezzel is gázlángozhatod önmagadat. Belső konfliktusaid esetén figyelj a belső feszültségeidre, vagy a szorongásaidnak az okára, amelyek a saját érzéseid elnyomásából fakadnak. Tehát, ha te elnyomod az érzéseidet, vagy megkérdőjelezed azt, akkor általában mindig valamilyen belső feszültséget, elégedetlenséget, akár pszichoszomatikus tüneteket is érezhetsz, vagy tapasztalhatsz. Ez is jelezheti az öngázlángozást. Nagyon fontos, hogy legyünk tudatában a saját érzéseinknek, gondolatainknak. Az is jó dolog, hogyha időnként leírjuk, hogy mit érzünk, mit tapasztalunk, ezeket a jegyzeteket át lehet nézni, értékelni, megnézni, hogy bizonyos helyzetekben, hogy reagálunk másokra, önmagunkra. Meg kell tanulnunk az érzéseinknek, az érzelmeinknek a kifejezését, a nyílt, asszertív kommunikációt, az érzéseinkről. Viszont azt is meg kell nézni, hogy ezeket a belső dolgainkat kikkel osztjuk meg, és azok az emberek mennyire megbízhatóak, és mennyire nem fognak visszaélni a megosztott, rólunk megosztott információkkal. Az sem rossz dolog, hogyha kifejezed nyugodtan, hogy ha valami zavar és bánt, ezt megfogalmazod önmagadnak, és elmondod a másiknak. Nagyon fontos, hogy jelöljük ki a határainkat, hogyha valaki gázlángozással próbál manipulálni bennünket, állítsunk fel határokat, lépjünk ki ebből a helyzetből, közöljük vele, hogy te ezt nem fogadod fel, nem fogadod el, legyél meggyőződve a te álláspontodnak, ér, ö, érzékelésednek, érzelmeidnek, gondolataidnak, emlékeidnek a biztos tudatában és a valós lényegében. Keres támogatást, ha nehezen tudod kezelni a helyzetet, vagy nagyon gyakran tapasztalod azt, hogy téged gázlángoznak, vagy te nagyon gyakran gázlángozod önmagadat, akkor kér segítséget. Beszélj barátokkal, családtagokkal, kér segítséget szakemberektől, akik segíthetnek a helyzet tisztázásában, illetve tisztánlátásában, és megtanulhatsz olyan módszereket, amivel a gázlángozás helyett adaptívan tudod megoldani a másokkal való kommunikációt, együttműködést, illetve önhatékonyabbá teheted önmagadat. A gázlángozás felismerése és kezelése fontos lépés az egészséges kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében. A tudatosság, a nyílt kommunikáció és a megfelelő határok kijelölése segít abban, hogy mindkét fél tisztálása a helyzetet és elkerülje önmagával és a másikkal szembeni manipulációt és a gázlángozást. Köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett a videó, kérlek, lájkod, like oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, várlak a klubtagságon és hogyha szeretnéd a csatornát támogatni, akkor a videó alatti szuperköszönet gombocskát megnyomva kiválaszthatod a támogatási összeget. Szia, legyen szép napod!